Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu nézitek, éppen pedig a Lenovo Ideapad S215 mini notebookot láthatjátok, ami egy 11,6-szoros kijelzővel rendelkezik, 1360x768 pixeles felbontása, sajnos csak TN panellel, ami azt jelenti, hogy igazából a kijelző betekintési szögei csak szemből elfogadhatóak, más szögből kevésbé. Ami egy kicsit talán előny azért, hogy matt felületű lett a panel, nem rendelkezik érintő kijelzővel. Ezt körülvevő keret némileg vastag, egyébként egy picit ki is emelkedik a kijelző síkjából. Ha ránézünk a gép alsó részére, egészen nagy méretű gombokat kapunk már-már ugyanakkor át, mint egy notebookon is megtalálható, egy 15-6-oson. A megszokott ideapad stílusú gombokkal. A bal felső sarokban helyezkedik el a bekapcsoló gomb, illetve hát aminek örülünk, hogy az Enter sem lett annyira kicsi, persze valószínűleg a magyar verziónál egy másféles mérettel rendelkezik majd. És itt a kijelző alatt az akkumulátor némileg kiemelkedik, amint látszik a házból, valószínűleg azért, hogy nagyobb méretű lehessen a kapacitása. A touchpad nem túl nagy, különálló égérgombokat kapott, illetve műanyag háza van a készüléknek. Ha lehajtjuk a fekete fedlapon, alig észrevenni a Lenovo logót, ami itt található. Egyébként teljes egészében matt, egészen jó tapintású anyagból készült. Nép alján láthatjuk, hogy az akkumulátor ugyan eltávolítható, de nincsen semmi külön bővítő egységnek hely, tehát valószínűleg házilag nem bővíthető a memória vagy a RAM, bocsánat, vagy a merevlemez. Gép oldalát megnézzük, itt bal oldalt van egy recovery gombunk, egy nagyobb méretű hűtőnyílásunk, RJ45-ös hálózati kábelünk, itt a HDMI, valamint egy USB 3.0. Előre került 2 darab visszajelző, illetve itt megtekinthető a kicsit homorított előső része, amit megszoktunk már a újabb ideapad ultrabookoknál is. Jobb oldalra került még egy USB, illetve pontosabban kettő is, van egy SD kártyaolvasó, valamint egy jack csatlakozó is. Magára a rendszerre, hogyha ránézünk, sebességével különösebb probléma itt a Windows 8 Champion-nél nincs, ez köszönhető azért a Champion gyorsaságának is, holott azért a hardware nem annyira kiemelkedő. Látszik, hogy egy 500 GB-os vinyó van benne, illetve mindjárt megnézzük a rendszer összetevőket, hogyha a Windows is úgy akarja. Tehát itt látszik, hogy egy AMD processzor van benne, hát amit egyelőre nem tudni, hogy milyen, ez egy Engineering Sample Model, 1,65 GHz-es órajele, viszont akár A4 5000-es 4 magos processzor is kerülhet bele, illetve ez 2 GB RAM-ot kapott. Ez volt tehát az új Lenovo Ideapad S215 mini notebook, 11,6-szoros kijelzővel. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu-n. Sziasztok!